Le vagyok győzve. Győzelem, ha van. De nincs, akinek megadja magam. Úgy leszakadtam minden más világról, ahogyan lehull a gyümölcs az ágról. Szurkálnak, óvnak tudós orvosok, írnak is nékem, én hát olvasok. S dolgozom, imhol-e papír alom, a működésben van a nyugalom. Miért Live Session? Ma ezen a keresztúton találkozni és ünnepelni jöttünk a két művészt. A dalok egy időben történő előadása és annak rögzítése egyszerre teremti meg, hozza el az itt és most kifejezéseit. Az előadók egymás jelenlétét érezve válaszokat, interakciókat teremtenek társaikra reagálva. És itt még várt ránk egy nagy találkozás, egy összetartozás. Attila, a beszélgetésünk apropóját két szomorú tény adja, mégpedig, hogy két neked nagyon közeli jó barátod és a zene szeretők számára két igen fontos basszusgitáros távozott el a közelmúltban. Póka Egon és Szappanos György. Ha visszamegyünk a gyerekkorodra, akkor milyen emlékek kötnek hozzájuk? Az Egonnal kapcsolatban feltétlenül el kell, hogy mondjam, hogyha ő nem lett volna, amikor még nem ismertük egymást, akkor sok-sok okból kezd egy fiatal ember vagy egy kisgyerek zenélni, biztos vagyok benne, de én a magam okán nekem ez eszembe se jutott volna, hogyha én nem látom őt. Konkretizáljuk picit az akkort. Te hány éves voltál akkor, illetve körülbelül hányas éveket írunk, és a, mondjuk ha már Póka Egon nevét említetted, a Hobo Blues Band akkor 88-89. Amikor elvittek engem a Lágymányosi Művelődési Házba egy Hobo Blues Band koncertre, akkor igaziból jártam már előtte egy-két koncerten, ahol egy nagyobbacska gyereket megérint, hogyha rájutsz a dobra, akkor már van egy rezgése. Tehát maga a hangszerek megérintettek, de valahogy ott történt az meg, hogy még nem is igazán tudtam, hogy basszusgitárnak hívják, ami a fickó nyakába lóg, tudod? Csak az egész jelenség valahogy rajta ragadt meg a szemem, és ez alakult, amikor hát gondolsz arra, hogy szeretnél egy ilyen hangszeren játszani, de konkrétan akkor egy ilyen hangszeren szeretnél, és akkor ez egy basszusgitár, és most nem akarok így előre szaladni, de hát később már nem basszusgitáros akartál, hanem voltak időszakok, amikor Póka Egon akartál lenni. Wow, tehát, hogyha elment a villanyszerelőnek, akkor biztos, hogy másnap konnektorokat szeretnél. Az egész jelenség, természetesen a zenésztársai is fantasztikus emberek, de valahogy rajta ragadt meg a szemem, és ebben az időszakban a Pókát kiszúrtam. Most nem az, hogy szép kék Lewis Farmer volt, tehát nem ezért, vagy bajsza volt, vagy nem volt bajsza. De biztos, hogy az energiák miatt. A hangulata az már akkor lehetett érezni, hogy itt valami történik,
valami megfogalmazhatatlan dolog történik, és ezt mi imádtuk. Na, és ennek az energiája, ami független attól, hogy milyen dalt játszanak. Teljesen mindegy. Vagy ahogy játszották, és ahogy egymással kommunikáltak. Ez felnőttként az ember jobban tudja már, de gyereknek viszont jobban érezted ezt. Egy átbeszélgetett éjszakán született meg neked az először a fejedben az az ötlet, hogy Póka Egonnak és Szappanos Gyurinak egy dalt fogsz dedikálni, és ugye egyértelmű volt rögtön, hogy a Tóth János Rudolf belekerül ebbe a képbe. Az egyértelmű, hogy ez a víziódban egy megkerülhetetlen jelenség, és egy csodálatos dolog, de sokáig abban nem volt egyértelmű, hogy nem mertem megkérni. De te azért... Nem, mert húzod az időt. Vagy vele olyan van, hogy felhívhatod. Abszolút, és nyilván ilyen lámpaláz nincs bennem, tehát nehogy azt higgyetek, ja Istenem, de ilyen nincs, csak azt az illúziót sokáig húztam magamban, hogy hát úgyis elvállaljuk és megyünk, hogy, tehát azt húzni, hogyha mégse. Hát azt nem akartam még akkor, de amikor erre felkészültem, akkor írtam neki és beszéltem vele, hogy mi ezért és ezért és ezért szeretnénk. És kizárólag, hogy ő eljöjjön. És volt-e több dal ötlet, ugye, mert a látogatót választottad végül? Képzeld el, hogy nem volt. A látogató az adta magát, tehát ebbe belesodort ez a sors. Olyan dologról szól ez a nóta, hogy, és most nem fogom elmagyarázni, hogy miről szól, akkor nekem megakadt a fülem. És nem a rock and roll doktorom, meg az egyéb zseniális noták, hanem itt is a feeling, az érzés. Ahogy a Tóth János Rudolf énekli, ahogy a dalszöveg van, ahogy a hobó mond előtte egy ilyen előzményként egy néhány mondatot, az egész világa fantasztikus a látogatónak. 74-ben volt, ez olyan dátum, amit sokan még nem is tudnak elképzelni. És csináltunk egy Meteor nevezetű zenekart, amiben a Póka volt a basszus gitáros. Nem ismertük egymást, de az első próba után befejeztük, mondta az Egon, hogy menjünk el, ígyunk meg egy fröccsöt. És én mondtam, hogy hát nem nagyon lenne akadálya, de hát házassági évfordulóm lesz, és valamit nézni kéne. Mondja, mikor? Mondom, a 19-én. Mondja, nekem is. Ez volt az első lépés. Az Egonnal való összeismerkedésünk az egy folyamat. Tehát sose volt benne a pakliba, hogy valaha azt mondja, hogy te hozzám egy kis jégkrémet a hűtőbe, amelyiket van. Ez nem volt a pakliba, de persze a mi vágyunkban volt. Gyakorlatilag most már kijelentem, hogy onnantól kezdve végigkísérte az életemet. Mert folyamatosan fejlődés volt benne, és egy nagyon-nagyon-nagyon közeli olyan kapcsolat alakult ki köztünk, és a családjával, és az ő környezetével, és a fantasztikus gyerekeivel, hogy már egy idő után az se volt lényeges, hogy basszusgitározik annyira. Ez olyan furcsa, nem? Mert hát ugye tudom, úgy akarsz basszgitározni. Hát azt tudom, hogy ti együtt néztétek a meccseket, meg szóval, hogy tényleg valami, amit szoktak ugye mondani, persze. Családi jó barát, hogy te tényleg a bejárós voltál hozzájuk. Hát remélem, igen, igen. Akkor én elég sokat voltam kint, nagyjából 72 és 85 között, hogy összehazva 6 évet Nyugat-Európán végig. De akárhányszor hazajöttem, a Pókához mentem. Egyedül csak a Vencéhez mentem. Nagyon jól ismertem a szüleit, olyan voltam, hogy náluk, mintha oda tartoznék. És akkor, amikor a Bill meg a Tátrai úgy gondolták, hogy kiszállnak a bandából, én Norvégiában voltam, és a Vencsi megkereste a Helénát, a feleségemet, elérte a címemet és hívott haza. Mi alapján választottad a zenészeket, de leginkább te válogattad őket? Figyelembe kellett azt venni, és most nem racionális döntésekről, hanem most érzelmekről van szó. Ugye mindenki külön életútba megy, én is kevesebbet foglalkozok a zenével, mint amennyit mondjuk a Póka vagy a Szappanos elvárt volna tőlem. És a víziómban az volt, hogy olyan zenészekkel álljak ide ebben a két nagyon jelentősen érzelmek túlterhelt helyzetben, akik most, a mostani jelenben mindkét művészhez nagyon kötődnek, és valamelyik kapocs van most köztem és köztük. Volt több olyan zenész ebbe a produkcióba, ahol nem tudtam végigmondani, hogy mit szeretnék,
Mert persze megyünk, persze. De várja, azt szeretné, aj, adjál már, mondd mi, ott oda megyek. Persze azért elmondtam nagy nehezen, hogy miről van szó, de azt mondja, persze megyünk. Érdekes egyébként, hogy most ugye itt vagyunk, és a Látogató című dalt játsszuk fel. Én tulajdonképpen ennek mentén ismertem meg, mert hát valahogy én ilyen 12-3 éves lehettem körülbelül, amikor hozzám a Tábor tűzmellett lemez eljutott, egy gyári Hova Lúz ment kazetta formájában. Nekem a Tábor tűz mellett volt, ami annyira beakadt, hogy én akkor azt olyan rongyosra hallgattam, hogy már ilyen kópiákat gyártottam bőle, mert tudtam, hogy hol fogja előre már becsípni a Magnum a szalagot. És akkor én ott végig bogaráztam az utolsó betűt, hogy melyik dalt kiírta, ki játszik, minden, megvoltak a nevek. 96-ban, amikor a Kunszentmártoni első zenekaromba meghívtak, mint teljesen kezdő billentyűs, akkor azzal a zenekarral játszottunk, Hobo Blues Band, Deák Bill, meg egyéb rock és blues ügyi dolgokat, és a basszusgitáros, ő például nagyon imádta Egont, és ő mutogatott nekem dolgokat. És ő sokat emlegette. Egyébként kicsit érződött is a játékán, tehát szerette ezt a jó kis beletenyerelős basszusgitározást, és onnantól megvolt nekem az a név, hogy Póka Egon, az a hang basszusgitárban. Nem titok, hogy az Egon az én gyermekeimnek a nagypapája, és az ő lánya van, ez az én csodálatos feleségem. Ami először mi barátok lettünk, aztán utána, vagy közben tulajdonképpen így fonódott ez a szerelmi szál is. Az Egonnal tulajdonképpen, amikor mi elkezdtünk együtt muzsikálni, vagy megismerkedtünk, mi onnantól kezdve, én legalábbis azt éreztem, de ő is, hogy mindentől kezdve mindig barátok leszünk, mert ez egy ilyen elválaszthatatlan dolog volt. És a mai napig tart is. Érdekes, hogy ezt nem múlt időben mondtad. Nem lehet. A Látogatóban van egy fiatal énekesnő, a Lékó Stefi. Mondhatnánk, hogy adta magát, mert az Egonnak ő egy nagy kedvence volt. Vitte vokálozni, énekelni, és figyelte a pályafutását a zenéiskolában, segítette őt. Oké, de akkor is miért hívjuk őt el? Azért, mert ő, ha nem énekelne ilyen jól, én szent meggyőződésem, hogy annál is sokkal jobban énekel, ahogy most nagyon jól énekel, de nekem szent meggyőződésem a hangszín és az orgánum alapján, hogy padlógáz is csinálni kell, és álljon oda. Szíve, lelke benne van, dinamikailag, a szeme tükrébe látszódott. Stílszerűen egy Kőbányai zenei stúdiós felvételén találkoztam vele először. Addig szlovákiai lányként nem is nagyon voltam képben azzal, hogy ismertem a dalait, ismertem a Hobo Blues Bandet, de magával, Póka Egonnal, mint művésszel nem voltam képben, pedig nagyon sok szerzeményével találkoztam már. És nagyon mókás volt, mert én azelőtt 2 évvel találkoztam Csiszivel egy szlovákiai koncerten, ugye a Charlie-nak a szakszofonosával, és ő mondta nekem ott, hogy kiszúrt a sorok között, hogy te ugye énekelsz. És akkor rá 2 évre ugye eljött a felvétel ideje, oda mentem, kérdezték, hogy én Szlovákiából hogy kerülök a Kőbányai zenei stúdióba, így kérdezték tőlem az Egon, és akkor mondtam, hogy hát a Csiszár tanár úr ajánlotta még 2 évvel ezelőtt, már akkor éreztem, hogy kicsit talán apám helyett apám lesz, így, hogy távol vagyok az otthonomtól. Képzeld, a zeneiskolába kerültünk egymáshoz közelebb, a Kékkőzán gitáros, de róla csak hagyd mondjak el annyit, hogy én 1992-ben láttam először, a római parton egy művelődési házban a Flying Carpet-tel játszottunk, és jött egy kék kombi kockaladával, a Zalán, aki ismeri, vagy majd látjátok a klipbe, vagy együtt, szóval ez a hajzuhatag meg volt. Kiszállt egy rockstar gyerekek a kockaladából, tudod? És ez volt a Kékkőz Zalán, egy modern, jó gitár, és nagyon-nagyon jó, ügyes volt, nagyon jól játszott, nagyon közvetlen volt, megismertük egymást, és hogy nem, az életutunk az igen, de egy időben történik, és a zeneiskolában ott volt a Zalán is. Ott volt az Alán is. Fantasztikus emberek voltak ott. Vadászatlemez volt. Szerintem ez sokunknál ez volt az első hely, ahol összefutottunk vele. Mert nekem az unokatestvérem, képzeld, ő nagy hobórajongó volt, úgyhogy én kicsiként láttam a Kopaszkutyán, és semmit nem értettem belőle persze, de Széchenyben volt egy mozi, és oda elrángatott, és nagyon jó kis faszékeken ülve láttam eredeti időpontban a filmet már. Akkor szerintem csak annyit vettem le ebből, hogy ez valami nagyon laza dolog. Ott vannak fiatal
hapsik, vagy hát kisgyerekként felnőtt férfiaknak láttam inkább őket, akik jól érzik magukat a bőrükben, rock and roll-lal foglalkoznak, és hogy ez milyen nagy királyság. Emlékszem arra az estére, amikor leültünk, és feldobtad ennek a két dalnak az ötletét, és akkor még nem volt meg a helyszín. És mindenféle helyszíneken gondolkodtunk, közösen akkor már, és én bedobtam a BMC-t. Ugyanis én nagyon-nagyon szeretem a Gőz Lacit, és ezt az egész intézményt, ami most már múlt időben, hiszen túl vagyunk az első két dal forgatásán, azért mondom, hogy az első két dalon, mert lehet, hogy itt még egy hosszabb folyamat indul el, és te is rögtön azt mondtad rá, hogy ez egy nagyon jó választás. De miért? De mit is mondtam még? Még azt is mondtam, Gábor, hogy van egy vízióm, ahol a látogatót és a mára nincs több kérdést, talán meg is hallgattuk a két eredeti notát, és mondtam, hogy én akárhova fordulok ebbe a virtuális világomba, én a BMC-t... Így van, tehát egyfelé mentünk mind a kettőn. Igen, tehát ez teljesen egy ilyen frontális ütközés volt, hogy te sem racionális érvek miatt mondtad nekem. Abszolút. Én meg aztán abszolút, de nem, mert amúgy fantasztikus, és milyen minden helyén van, és ilyen jó, és ízléses, és imádom. De nem tudom másra elkezdeni. Ennek egyébként nagyon sok oka lehet, például én a 9. kerületben születtem, ott is nőttem fel, a Kőbányán ott vannak jó fel. Igen, de én a BMC-be, én jártam. Az én édesem adó ellenőr volt, még a Rádai utcában volt a nem tudom hány átkossal ezelőtti rendszerben voltunk, és én az édesanyámmal jártam ebben az épületben, amikor ez egy gangos ház volt. Gőz László nem csak neked fontos, ő ugyanolyan szereplője annak az atmoszférának, amiért éltünk, haltunk, zenélünk. És egyszer csak ő csinál egy csodálatos ilyen zenepalotát, egy ilyen művelődési fellegvárat, igaz? Itt, a gangos ház helyén, a 9. kerületben. Azt hiszem, ha nemet mondott volna, akkor nem csináljuk meg. El lehet vinni máshová, de miért? Nem? Szóval ez nagyon egyirányú utca volt, hogy itt nem 10 dalt veszünk fel, nem 8-at, nem 20-at, hanem ezt a kettőt, a látogatót, azért a mára nincs több kérdés, ezért, és hogy itt, és ez hál' Istennek, ez mindenki azt mondta, hogy mehet.
muzsikáló emberek barátsága az másmilyen. Tehát nem szimplán olyan, mint egy civillel vagy jó barátságban, hanem ott van még egy olyan plusz, amit mond, abból adódik, hogy egymás bőrét visszük a vásárra. És nagyon együtt kell meglenni azért az egy-két pillanatért, amiért érdemes muzsikálni. Tehát az, hogy állandóan a legnagyobb hőfokon kell égni ahhoz, hogy tényleg meg is teremtődjék. Igazából akkor még nem fogtam fel szerintem, amikor először színpadon álltam vele. Körülbelül 2018 lehetett, a 65. születésnapja alkalmából, és akkor ott volt a Csárli, és nagyon sokat, tehát hogy mai napig talán nem tudom felfogni, és lehet, hogy azért tudtam ott állni, és megcsinálni, mert konkrétan nem fogtam fel, hogy kikkel állok itt színpadon. De hogy egy történettel éljek, hogy milyen volt vele muzsikálni, mi játszottunk egy jótékonysági koncertet december elején, kérte, hogy az I Have Nothing-ot énekeljem el, amit hát mindannyian tudjuk, hogy nem egy egyszerű nóta. Elénekeltük, óriási ováció, taps lett a vége, és lejöttünk a színpadról, és azt mondta nekem az Egon, hogy ha én azt mondom, hogy képes vagy rá, akkor képes vagy. Úgyhogy azóta, amikor így nagyon izgulok és aggódok, akkor mindig erre próbálok visszagondolni, hogy vajon ő úgy gondolná, hogy képes vagyok rá? És ha valami pozitív válasz jön, vagy fogalmazzunk valahogy így, akkor megpróbálom. Nagyon sokat adott azzal, hogy a Kőbányai Zeneiskolát létrehozta. Én 15 évet húztam le a suliba, zenekarokat csináltam. Kellett olyan valaki még a Benji mellé, aki kijár ahhoz, hogy igenis kell Deep Purple, igenis kell Jimi Hendrix, igenis kell Ray Charles. Hogy minden vágyom az volt, hogy nem az, hogy beiratkozzak egy zeneiskolába, mert az nem volt a vágyam, de egy olyan zeneiskolából ott van a Pókelgon, az volt. Úgy már vágy. Igen, elmentem felvételizni. Később kiderült, hogy akármit csináltam, ha felvettek volna. Tehát nem én voltam a nagy király. Nem csináltam olyan rossz dolgokat, de a felvételben eljátszottam a Babosnak a Blue Victory lemezéről. Most nem is tudom, hogy az oda pont a Blue Victory, de eljátszottam egy ilyen nótáját. Nem blues-t játszottam, azt játszottam, és bennült a Gyuszibá, Egon, jobbnál-jobb nevek bennültek, eljátszottam azt. Felvettek, és akkor én csatlakoztam a zeneiskolához. Egyszer odajött hozzánk a büfébe egy oktató, és meg akart minket egy kicsit rendszabályozni, hogy ez egy intézmény, és hát én szerintem ordítoztunk a röhögéstől, hogy mit tudom, mit csináltunk, és az Egon minden nap ott volt reggel fél, szóval aznap valami család ügy miatt nem volt, vagy néhány napot nem volt, és mi megbántva éreztük magunkat, hogy, és az Alán is benne volt a buliba, hogy most akkor értem, meg tiszteljük magát, meg mindent. De hát mi azért vagyunk itt, mert a Pókelgon az igazgató. És majd az Egon szól, hogyha ez nem jó. Én ennyire szerettük őt, de vitt minket a hátán végig az Egon. Így kerültünk hozzá közelebb, hogy már ott már körbevettük őt a zeneiskolába. Én ugye a Kőbányai Zenesuli első évfolyamában járhattam, és én különböző engedélyeztetések miatt én 5 évet, az első évfolyam az ugye 5 évig járhatott oda. Ezt akkor baromira utáltuk, hogy hát mi harmadik éve járunk oda, és ugyanúgy elsősöknek számítottunk, mint akiket akkor vettek föl. De így utólag azt kell mondjam, hogy ennél jobb dolog nem történhetett volna velem, mint hogy, meg szerintem senkivel sem, mint hogy 5 évig járhattam azokra az órákra, ahol Egon mondjuk zenekarit tartott, vagy éppen Babos Gyula óráin ültem, vagy Maróti Zoli óráin, Kormos Janó, Tarnacki Feribá óráin. Most is visszamennék 5 évre nyugodtan. Az egy nagyon komoly hatás, és szerintem nem lennék zenész, hogyha akkor nem vesznek föl Kőbányára. Nem hiszem, hogy ezzel foglalkoznék. Amikor én Kőbányára kerültem dobos növendéknek, 2005-öt írtunk akkor, én akkor kezdtem. Először egy 2 név volt, amit tudtam, hogy a Póka Egon az igazgató, és a Solti Jancsi tanít dobot. Hát akkor én oda megyek, nekem ott a helyem. Mentem a Kőbányai Zenei Stúdióba, és hát nekem az egy olyan élmény volt, amikor azonnal egy ilyen nagyon családias, nagyon-nagyon baráti közegbe csöppentem, ahol természetesen az egésznek az összefogója Egon volt. Megismertem, hogy egy elképesztően nagy szívű, és egy igazi barát, egy olyan ember, aki nagyon szerette a barátait, és az iskolában minden egyes tanulóját úgy is kezelte. Deák Bél Gyulának a életmű koncertjét próbáltuk ott a zeneiskolában, hol máshol, és megjelent, és rögtön nyomtatott kottákat, meg nem tudom mit, de aztán bejött a próbaterembe, és látta, hogy minden rendben van.
És ő ezt abba hagyta, ezt a tevékenységet, és azt mondta, hogy ja, jó, akkor jól van. És ez egy nagyon jó dolog, ez egy nagyon fontos dolog. Pontosan tudja, hogy ha rendben van, akkor azt engedni kell. Ezekben az emberekben ez megvolt, ez az alázat, hogy ha rendben van, engedem, és akkor az jó lesz. Ez nagyon ritka dolog, és ezért volt szerethető emberileg is. Az Egon is, és a Szapi is. Úgy szeretnék visszamenni. A Látogató című dalt tartottam magunk között és a zenésztársakkal együtt arra, ami hangulatába, világába képes lefedni azt, hogy nem csak egy jó nótát játszunk, hanem ahogy tényleg őt képviseli ez a nóta. Vagy mi képviseljük azt a szeretetet, amit reméljük lát, hall. Nézz a tükörbe, vége a gyermekkornak. Felnőtt férfi néz vissza rád. Tanult, szenvedett, utazott, szolgált, és most itt áll tetre készen. Nem baj, hogy a katona letette a kardját, és a költő vers helyett beszédet ír. Lépj a helyedre, és énekelj egy dalt akkor is, ha csak te hallod. Többé ne tegyen meg senki semmit helyetted. Nem lehetsz beteg a múlttól. Te vagy soron végre. Rúgdod épp a köveket, és kövesd a patakot. Elvezet a tengerhez, ahonnan elindulhatsz az idő ellen. Balladák hegyei közt a nehéz csendben, a gyűlölet késsel lapul a szűk szemekben. A temető felé tart, a néma sor az úton, elszorul a torkon, és a nyakamat jól behúzom. Lehet, hogy Rúme úrumám volt, és Júlia magyar, mindenki tud ilyen mesét. Vagy írhat, ha akar. Egy szombat éjszakán, hűen a hagyományhoz, nem bírta tovább Rómeó, és rohant Júliához. Ki kezdte az egészet, kérdik és belátom, nem tudom a választ, jobb lesz tovább állom, csak látogató vagyok. Ezen a tájon. Thank you.
érti kézben látom. Nem tudom a választ, jobb lesz tovább állnom. Csak látogató vagyok ezen a tájon. Látogató vagyok ezen a tájon. Volt a völgyben, de valaki a sötétben arra vágyott nagyon, hogy az átok újra éljen. Lesben állt és szúrt, a fiú még csak nem is kiáltott. Most bosszúra vár a család, rokonok és barátok. Visszafelé a potligőt, kanyarog a lassú sör. Várja őket a pálinka, a harag, a halott titok. Talán már holnap éjjel valaki Júliát kihívja, de innen a folytatás inkább más valaki írja. Ki kezdte az egészet, kértik és belátom. Nem tudom a választ, jobb lesz tovább bánom. Csak látogató vagyok ezen a tájon, látogató vagyok ezen a tájon. Látogató vagyok. Ezen a tájon, ezen a tájon, csak látogató vagyok, látogató vagyok. Először a technikáját, a zeneiségét, és azt az elengedhetetlen kitartást, és ilyenkor mondják, hogy az alázatot, de tényleg az, csak hát ezt már elcsépelték. Biztosan lehetett rá számítani, olyan volt, mint a testvérek lettünk volna. Nagyon jó humora volt, nagyon jól éreztük magunkat. Említetted, hogy nagyon-nagyon sok jó dolgot kaptál az Egontól az iskolában. Melyek azok a dolgok, amelyek igazán hiányoznak, és nagyon fontos útravalók? Minden. Maga a lénye, a jelenléte, a döntései, a határozottsága, az útmutatása, a tanácsai, de maga a tekintete, tehát hogy ő, ha valahova belépett, ezt mindenki tudta. És nem azért, mert nagy szóval lépett be, vagy bármi ilyesmi, hanem mert egy jelenség volt, egy személyiség volt, és mai napig az, tehát soha nem szabad elfelejtenünk, hogy egyébként ő most még mindig itt van köztünk, csak egy kicsit másképp. Ő most egy kicsit másképp egyengeti az útjainkat, és hát ha nem ő, nem lennék itt ma sem. Ő pótapám, nekem apukám 91-ben halt meg, és egy csomó apróság volt, ami első lányom, mikor született például, akkor egyből hozzámentem. És akkor azért az úgy egy jó dolog, amikor a pókágonodon is megölelget téged, hogy ez kemény volt. Ügyes vagy, abban 3 percben mindent beletettem. Az egy még fajsúsabb korszak volt, mert abban a billes, deákbilles korszakban egy hozzátartozom édesapám elment, de aznap, amikor gondolkoztam rajta, hogy meg tudom-e csinálni azt a koncertet, mert
Hát szóval még így szoktuk ezt a földön túli érzést, hogy nincs valami. És aznap lejött az Egon a bulira. És akkor itt szület. Eljött erre a bulira, és akkor emberileg éreztük, hogy ő közelebb tartja magát hozzánk, mint egy nagyon jó kapcsolat. Tehát végigülte a bulit, hogy azzal segítsen nekem túlélni. Sose fogom elfelejteni, azt mondta, hogy majd egyszer a felnőttebb leszel, én is a fiammal kisétáltam a stég végére, és egyszer csak azt éreztem, hogy úgy nyúlok hozzá, mint apám hozzá. És akkor valahogy vigaszleltünk ebbe, hogy megyünk tovább ebbe, és hogy ez vele is megtörtént, és hogy öröklődik tovább ez a dolog. És onnantól kezdve még jobban figyelt ránk, meg rám is. Szerintem ezek hiányoznak leginkább. Nagyon sok bátorítást kaptunk, így én is természetesen. Egy csomó dolog van, ami összeköt minket, a tábor, a suli, a foci, a zene. Ezek azért hiányoznak, tehát szerintem ez egy jó útvezető, amit tőle lehetett kapni. Egyszerűen ez a végtelen szeretet, ami belőle jött, és gondoskodás, amivel felénk megnyilvánult. Ez, én azt gondolom, hogy minden emberi kapcsolatnak ez a legjobb módja. És ő ezt adta át mindannyiunknak, és ez amiatt is látszik, hogy azért, hogy a kőbánya is srácokkal találkozom a mai napig, olyanokkal, akiket nem is ismerhettem mondjuk, mert épp most járnak oda, ugyanazt a szellemiséget látom rajtuk, amiket nekünk adott Egon. Felhozta nekem azt a történetet, hogy például képzeljem én azt el, hogy hány nagy buliba járt ő, és hogy egyszer a Fradi pályán volt egy nagy Hobo Blues Band koncert, és a focisták után szaladgált minden gyerek felnőtt. Hiszem az egy nyilas is csapat volt, és bajnokok lettek, és egy nagy fiesta volt, Hobo Blues Band játszott rajta. És elmesélte az Egon, hogy megmaradt benne egy kisgyerek, aki rángatta az ingyenszárát meg a nadrágját, akinek ő mondta, hogy de én nem vagyok focista. És hogy ott mégis az ő aláírása kellett, pedig bajnok avatá, tudod? Mm-hmm. És az ő alá is, hogy például az ilyen kis csávokkal mi lehet. És akkor én nem mondtam semmit, csak mondtam, hát igen, Egon, ez egy fantasztikus dolog, de higgyen, jó helyen van ez a kis csávó. És akkor 4 vagy 5 nap eltelt, jött megint egy meccsnézés, de hát én készültem. Én megfogtam azt a jegyet. Elvittem. Jól gondolom, hogy az a kis csávó itt ül. Odaadtam a kezébe, mondtam, hogy valamiről elfeledkeztem múltkor. És akkor így megnézte. És onnan tudtam, hogy emlékezik, mert azonnal megfordítottam, hogy ott, és ott volt az aláírása. És akkor összeállt a kép. Nincs annyi idő szerintem, hogy felsoroljam, hogy mi az, amit a legjobban szerettem benne, de azt hiszem, hogy az a fajta szeretet, amit ő kisugárzott a környezetében, és most tényleg biztos, hogy nagyon sok mindent el lehet mondani a muzsikálásról, a bassgitározásról, a dalokról, lemezekről, megszámláltatlan koncert élményről, meg tényleg csodálatos ilyen reggelig tartó beszélgetésekről, vagy minden, mi együtt éltünk, volt olyan, hogy konkrétan egy házban laktunk, majdnem egy jó másfél éven keresztül. Utána nagyon messzire költöztünk, mert 50 méterre laktunk egymástól, tehát mi így éltük az életünket. De én azt hiszem, hogy a legjobban mégis az ami nála a legfontosabb, hogy annyi szeretetet adott a körülötte élőknek, bárkinek, aki volt, hogy az valami elképesztő. És amikor ő elment, akkor láttuk azt, hogy felénk ez a rengeteg szétszórt szeretet a világban, ez elkezdett így visszafele áramlani. És ez egy nagyon jó leső érzés volt, és sok szituáción át segített. Póka nekem nagyon nagy barátom. Most Jimi Hendrix 80. születésnapján van ez a riport. Véletlenül ugyan, de talán mégsem véletlenül. Lent voltam a tanyámon, amikor kiderült, hogy a Bencsi elment. Írtam egy blues-t Póka emlékére. Azóta ezt a nótát megcsináltuk, és ha valahol játszunk, akkor ez az első, amit a bemutatkozás után eljátszunk, felhívva a figyelmet arra, hogy ebben a gyorsan pörgő világban nagyon gyorsan elfelejtődnek dolgok. Tehát vannak még azért olyanok, akikre muszáj emlékezni.
Mondhatom, hogy neked elég komoly fájdalom volt, hiszen barátként ezt megértem melletted. Szappanos Gyuri elvesztése is. Érdekel a Gyurival való kapcsolatod is, illetve az őt körülvevő zenészekkel, Mohai Tamással és a többiekkel, hogy aztán te abba a körbe hogyan kerültél be. De leginkább a Gyurira fókuszál. Ott is, mint rajongó, de akkor én már ugye bassgitároztam, meg játszogatom. Felfigyeltem a Gyurira, sok basszusgitáros láttam Magyarországon, amit nehéz elmondani, de fontos, hogy azt hiszem ettől az országtól én azt kaptam, ettől a sorstól, a sorsközösségtől, hogy én sose figyeltem föl külföldi basszusgitárosra. Láttam, hogy jók, de az, hogy én Magyarországon vettem őket észre, az ikonokat itt kaptam meg, kompromisszumnél a legeslegnagyobb, senkit nem tartok jobb az gitárosnak a bolygón, az Egonnál, vagy a Szappanos Gyurinál. 1989-90 lehetett, 90 talán, a Lágymányosi Közösségi Házban, mai Múlszínház, ott volt egy Faxni Dévényi Ádám közös klub, és oda lejött a Szapi a barátaival, zenésztársaival, és akkor azonosítottuk be egymást. Aztán utána évekig így köszöntünk, meg nem tudom én, de a nagy egymásra találás az 97-ben lemez készítése kapcsán alakult ki, ahol aztán hirtelen felgyorsultak az események, és egyből kiderült, hogy a Szapival és a Bercivel, Hillemann Bercivel zenekart fogunk csinálni. De a Szappanos Gyuri nevével úgy találkozik az ember, hogy egyszerűen csak tudunk róla. Ugye fiatal zenészként azért az ember tudja, hogy kik azok, akiket kell figyelni, mert érdemes rájuk figyelni. Zenés barátságot kötöttünk, tehát a kettőnk együtt játékát élvezhette a Bum Bum, ami gyakorlatilag a Szapi álomzenekara, végül is egy jamre ezt a névsort szedte össze, és ott is így bebizonyosodott, hogy dolgunk van egymással, és olyan kollégára leeltem, egy olyan barátra, egy olyan lelkes, ellenállhatatlan és jó gondolkodású, egy pozitív figura volt nekem. Nem gondoltam volna, hogy a második gyerekkoromat együtt éljük. Ez már 30-asok voltunk, de nagyon meghűltünk, és hát az albumok és a minket kedvelő, szerető közönség visszajelzéseiből nem hiába. Egy médiaturnén voltunk. Egy busz, egy két trió, és elfértünk, és hát jártuk az országot. Tudod, van az, amikor ülünk a buszba, és sok impulzív ember ontja a sztorikat, és akkor már baráti viszony volt köztünk, meg talán különböző lemezeken dolgoztunk is együtt. És mondom, hát képzeljétek el az a helyzet, hogy bizonyos embereknek az a fixa ideájuk, hogy tőlem akarnak énekelni tanulni. És akkor kifejtettem, és mondom, ez egy őrület, hát én úgy vagyok ezzel a dologgal, mint a Kishercegben, ugye a róka megszelídítése, hogy ugye akit megszelídítesz, azzal azért felelősséggel tartozol, és hát mondom, pont ez az a felelősség, amit én még így nem akarok felvállalni, és ezért nem akarok, és ezt ecseteltem, színeztem, stb. Mentek a csíkok, csönd. És egyszer csak a hátsó ülésre megszólal a Szapi, hogy azért tudod, mi a baj ezzel? Az, hogyha ezt tényleg így gondolod, akkor megérettél arra, hogy elkezdjél tanítani. És akkor újabb csönd. A Szapinál, Szappanos Gyurinál pedig, amikor én őt először láttam, akkor nem tudta az Egont elhomályosítani, hanem pont azt fedeztem fel, hogy a kivétel erősíti a szabályt, hogy egy nagyon-nagyon technikás, nagyon-nagyon szenvedélyes pali és elhivatott, és tényleg tűzben lángolt a színpadon, olyan szeretettel csinálta, és egy öthúros basszusgitáron, hát félelmetes dolgok történtek, és hát oda mentünk hozzá barátkozni, és akkor a Gyuri nézegetett minket, hogy ilyen kis csávók vagyunk, tudod, és magyarázta, hogy mi hogy van, és hogy mennyire szereti a Babós Gyulát, meg a Katona Klárit, tehát ő mesélt nekünk. Így alakult ki vele a kapcsolat, és akkor rá nem kínálta fel, hanem én tudtam, hogy ő viszont tanít,
és az Egon nem tanított, és a zeneiskola fele próbáltunk haladni, akkor 93-94-ben akkor a Szaponos Gyurihoz elmentem egy magánórára a Dembinszki utcában. Gyurinak a metodikája, a módszere azt kifésülte, hogy ugye te autodidakta módon magnóról tanulsz valamit, és akkor az első órán nem akarok túlozni, de volt olyan, hogy játszanál egy C-durt. Persze, eljátszottam, és akkor mondja Gyuri, hogy nagyon jól szólt, és akkor erre a hang, meg erre a terc, meg erre izére, és akkor ülök. Ugyan most ügyesked. De mondom, Gyuri, én nem tudok semmit. Ezt fágod? És kezded azt a stenk, hogy leszálltam mindig ugyanabban a megállóba. De ott se gitározni jártam, hanem én megyek a Szaponos Gyuriékhoz. Látom a Törpilla nevű kiskutyáját, a édesanyját, akit még a jóisten most egészségbe tart. És hát ez volt olyan, hogy nem gitáróra volt, hanem az édesanyja, ebédeltünk, és órákat beszélgettünk, és a Gyuri föladta, akkor levitte a kutyát, visszahozta. Szóval, hogy az az élmény, amit kaptam tőlük, vagy az a tanítás, hát az gyerekek, az nem tudom, hát nem győzök hálás lenni az égnek. Az Egon esetében is, és a Szapi esetében is olyan karizmatikus egyéniségekről beszélünk, és azért kell róluk beszélni, és emlékezni is rájuk, mert ezek a történetek tovább hatnak a következő nemzetékekre, hogyha mi ezt elmeséljük a kellő pontban, a kellő időpontban, és elgondolkoznak rajta. Az Egonnal és a Gyurival is egy olyan mini konfliktusunk volt, amit tisztázni kellett. De ez nem vita volt, vagy harag. Na, mi volt ez? A Gyurival az volt, lelejárt a koncertre, nem csak ránk, hanem ott is stúdióztak azon a helyen, lemezeket vettek fel, és egyszerűen hallottam vissza máson, hogy mérgelődik azon, hogy én nem a megfelelő módon bassgitározom. Tehát a szívén de akkor dúlt-fúlt rajta. Uh-huh. És egyszer leültünk vele, és akkor mondtam neki, hogy Szapi, az a gond, hogy valamit nem csinálok jól, és mondja, ide figyelj, te többre vagy képes, és ez a csapkodás, és ez a izé, és ott végighallgattam, igaza volt egyébként, és mondom, figyelj csak, de ne legyél dühös. És így nézett, de hogy ne lennék dühös, hát hogyha még többet gyakorolni, és ezzel foglalkoznál, hát hogy ne lennék dühös, és nem mondom, Gyuri, mondom, ne azt, mert hogy amikor majd még nagyobb zenekarba mész, és a külföldre mész, és felfedeznek, hát tudod, ebben éget, hogy ezt nem pazarolhatod el, mint a bronxi mesében, hogy mondják, hogy az elpazarolt tehetség a legnagyobb veszteség, amit magunknak okozhatunk. És akkor mondta neki, Gyuri, tehát ha ezért megromlik a kapcsolatunk, hogy nem azt az utat megyek, járom, vagy egy ilyen nagy zenekarba, esetleg nem úgy bassgitározom, vagy akármilyen okból is, ne ezt nézzed. Nehéz volt ott meggyőzni, hanem azt, hogy van egy kis csávó, aki felszáll Népligetni a trollira, és elmegy a Dembinszki utcába. És nem a Pókágonnak próbál minden áron mutass egy figurát nekünk, hanem ide jöttem. Ahhoz képest tudunk itt vitatkozni egy ilyen buliba, hogy mit adtál te nekem. Hát nem mindegy, hogy ez most kicsit jó volt, vagy nagyon rossz volt, vagy és így megölelt, és azt mondja, úristen, de nagy hülye vagy, gyere, ígyunk egy ízet. Az Egonnal pedig egy hosszabb idő után ő is pressingelt. Ültem náluk az étkezőbe, és azt mondja, ide figyelj, abba a korba vagytok, hogy nagyon-nagyon mérges vagyok, hogy ezt is csináljátok, meg azt is csináljátok, meg a nem tudom micsoda. Össze kell járni, találkozni kell, alkotni kell, lemezeket csinálni. Mi is ezt csináltuk, amikor ennyi idős voltunk. Álltunk a Warburg tetén, és csizmával dobogtunk, és csináltuk. Mert hogy ennyi lemez, és akkor mondtam neki, Egon, mondom, nekünk ez nem lesz meg. Ők legendák voltak, és az Egonnal ez a beszélgetésem, ez arról szólt, hogy mondtam, hogy Egon, ide figyelj, onnan kezdjük, hogy megláttalak bassgitározni, és hogy itt ülök az étkeződbe. És hogy ez micsoda csoda. És hogy te, ha rám ruházol olyan tehetséget, ami lehet, hogy nincsen, én nem tudom, de lehet, hogy nincs akkora, és lehet, hogy nem is gyakorlok napi 8-10 órát, viszont nagyon-nagyon szeretlek téged, akkor fogsz-e haragudni, hogyha nekem nem lesz 40 nagy lemezem, és nem. És akkor ő is megölelgetett, és majdnem, hogy az volt, hogy
ezt nem is vette figyelembe. Szóval, hogy ezt nem vette figyelembe. Én szerintem annyira szeretett minket, hogy túl is értékelt. Engem biztos. Én abban a kegyben volt részem, hogy a Szapi kedvelte a nótáimat. Kedvelte, tehát ez egy ilyen, szerette. Rajongott értük, ha mondhatom ezt. És ez nekem egy őrült erőt adott, hogy ez a pasi, ez ennek bejön. Ha neki bejön, akkor biztos jó. Korábbi nótáim kazettáit hallgatta a Berci és a Szapi akkoriban, amikor már úgy volt, hogy mi fogunk valamit csinálni, és mondták, hogy három számot neveztek meg, és az egyik a Mára nincs több kérdés volt, hogy enélkül nincs zenekar. Reggelig tudnám mesélni, hogy milyen utóélete, milyen előélete és milyen utóélete volt, nagyon érdekes szám. Hát ha csinálsz egy pár száz nótát, és azon belül te is már rangsorolsz, 10 nótát kéne felvennem egy albumra, akkor ez biztos, hogy rajta lenne. Van egy dal, ami nekem is személyes nagy kedvencem, ez a Mára nincs több kérdés. A kérdés mégis az, hogy miért ez került bele ebbe a projektbe? Hát, mint mondtam a látogatóról, hogy nagyjából milyen okokból ez került, mert ez adta magát, és ez a víziónak ez a része volt, hogy ez szólt az embernek az érzéseiben, ez a világ, hogy rugdodébb a köveket, elvezett a tengerig, vagy látogató vagyok ezen a tájon, Isten óvjon, drága barátom. És a Mára nincs több kérdés című dal, hát most mit csinálsz, kiállsz, és megpróbálsz úgy bassgitározni, mint ő? Na most zenészként egy most mit csinálsz? Egyrészt lehetetlen is, meg fölösleges. De most mit csinálsz? Hát persze. Se nem megy gyorsabban, se nem megy jobban, sehogy nem megy, mert nem tudom ez. És mégis, ahogy ő hozzá kötődött a Hírleman Berci, a Mohai Tamás, ugye több zenekarra játszottuk együtt, és írtak közösen dalokat. A Mára nincs több kérdést, nekem a Szapanos, a Szapi úgy mutatta, amikor készült, 90-es években, hogy ezt hallgass meg, hogy a Mohai mekkora dalt írt. Hát figyelj, elájulsz, tehát ilyet még az életedbe. És ez az ágyán ugrált, hogy gitározik a Mohai Tamás. De tényleg az szenvedél. És itt ez a dal itt beköszönt, és ha most már 25 évet kísért végig legalább az életemben, csodálatos dalszövege van. Nem tudom, hogy a világ legjobb gitárszólója van ebben, de egyszer kilőnek a világűrbe a világ legjobb gitárszólója, ez rajta lesz. És az egész fantasztikus, és én tudom, hogy a Gyuri imádta ezt a számot, és ez egy lassú nóta, ez egy nagyon-nagyon-nagyon érzelmes nóta. És akkor a Gyurival kapcsolatos vízióm, és a srácoknak is, akik együtt játszunk, víziója, hogy mivel tudjuk mi átölelni ami a Szapiról szól, mivel tudjuk ezt átölelni? Hát a Mára nincs több kérdés című dallal tudjuk átölelni. Ez ő, ahogy az ágy mellett a széken megpihennek szárnyai. Úgyhogy eljátszottuk. Talál egy mondat,
nézel. A vége nem más, mint az, ki gondol rám az ágy mellett a széken. Megpihennek szárnyai, már a nincs több vége, hallod utolsó hang, az első hang, utolsó jel, az első jel. Mesénk velük. Egész úton ez a csoda végig kísért. Remélem megfeleltem, és meg fogunk felelni. Remélem lesz még olyan égszínkék az ég, mint amikor összeismerkedtünk. És találkozunk még, ha nem itt, majd oda át. Póka Egon Benedek és Szappanos György emlékére. Utolér a szenvedély, a mélybe húz, úgy lepít fel. Csodát nem tehet ma még, ki varázsolni fél. Ha lépsz felé, minden a tét, hányszor éljen túl. Vágyni rád,
hogy átrepültem mindent, eltűnt alólam az út, álmaim kérted,